Elérkeztünk egy újabb munkanaphoz, rengeteg változásnak leszünk szemtanúi. Megnézzük, hogy mivel haladtak a fiúk az elmúlt pár napban. Én nem voltam itt, korábban említettem, hogy a Balatonon ténykedtem, éppen ezért hol ezen a területen vagyok, hol pedig lent a Balaton partján dolgozunk. Ablaknyílásokat vágtak ki, az egész épület be lett fóliázva, illetve az emeleten nekiláttak a válaszfalak készítésének. A kamerát megfordítom, és megnézzük, hogy mennyit sikerült haladni. Kezdjük a túrát az épület legelején, a garázs be lett fóliázva, atékafal is kapott egy sík fóliát, fel lett tűzve, aztán készült egy nyílászárónak egy kialakítás, látszik, hogy ez korábban nem volt itt terven, egyébként látható, ezt ki kellett vágnunk, még a felső vonalat követve a fiúk elmértek attól a ponttól egészen a nyílás széléig, ugyanezt a mérést elvégezték az alsó szinten, ez a vonal elvileg függőleges, aztán ahol vág volt a fólia, ott átragasztották, szintén pára áteresztő tetőfólia ragasztóval, látszik, hogy az egész homlokzat be van borítva, az RX 7000-es plusz verzióval. A plusz egyébként már beszéltünk róla korábban, de a ragasztott lapolást jelenti, ragasztó az érkező darabon, ragasztó a fogadó darabon, ki kell húzni, szaggatott vonalig kell érkeznünk, és akkor a lapolás az garantáltan vízzárt lesz, legalábbis a külső oldal felől. Megnézzük, hogy hogy állunk a cseréppel, mert ugye az oromdeszkák is elkészültek, az oromszegély is felkerült a helyére, illetve cserepeztünk, a legutolsó videóban ez látható volt. A cserepezésnek az eredményét innen lentről, a földről egy pontról láthatjuk, csak mégpedig innen a maradék pallók tetejére kell ráállnom. Innen lentről meg tudjuk nézni, hogy hogyan is sikerült maga a cserepezésnek a művelete. Látszik, hogy gyönyörű szép tetősík van. Ez a kételkedők számára nagyon fontos, mert többen jeleztétek, hogy a GoPro felvétele láthatok íveket jobbra-balra. Hát maga a GoPro-nak a felvételi rendszere az egyébként elég íves, ez a halszemoptikával dolgozik, éppen ezért csalóka egy picit. Mi tudtuk, hogy nincsen baj a szarufákkal, hiszen mondtam, hogy a vízmértéket áttoltuk az egész szerkezeten, de így a cserép felkerülését követően szerintem mindenki számára világos, hogy valóban egy szép síkot látunk magunk előtt. Kamerával picit fordulok, ráközelítünk a gerincre, felkerült a kúp alátét, akkor nézzük, hogy mi a helyzet az emeleten. Könnyű szerkezetes házak, szerkezetépítés lépésről lépésre. Kurzuskönyv több mint 200 oldalnyi tartalommal, 400 fotó, táblázat, 3D-s illusztráció, illetve 30 a tartalomhoz kapcsolódó eddig még be nem mutatott videó. A www.ácsbudapest.hu/könyv oldalon megtalálsz minden információt a könyvvel kapcsolatban, és ha már ott vagy, lapozz bele nyugodtan, a weboldalon arra is van lehetőség. Az első beszédes különbség, ami igazából látható, az nem más, mint az, hogy felkerült egy létra. Ide átbújok a létre mögött, és fordulok, mert ez egy lépcsőház, amit ki kellett alakítanunk, a lépcső majd innen indul. Itt ezt el kell vágnunk, és odaérkezik. Látszik, hogy a födémet azt kivágtuk. Itt volt jó pár födémpalló. Az építés folyamán fenntartottuk a födémpallókat. Az OSB-t azt nem szögeltük le teljes egészében annak idején. Mindegyik tábla sarkában kapott egy-egy szöget. Könnyen tudtuk bontani a táblát. 2 tábla eltűnt. Födémpallókat elvágtuk. Az egyiket kihúztuk a falnak a külső síkjára jobb oldalon. A másik pallót kihúztuk a falnak a külső síkjára a bal oldalon. És akkor nekiláttunk a emeleti falvázak építésének. Ezek ugye nem teherhordó válaszfalak, 10-es anyagból készülnek, 5x10 a keresztmetszet, gyorsan felmászom a létrán, aztán megnézzük, hogy pontosan mi a terítési rend. Itt pedig már maga a tervrajz a kezemben, a második emeletnek a lépcsőnyílása, a lépcsőháznak a nyílása itt látható előttem, látszik a lépcső rajz, itt éppen a kamera közepénél, aztán jobbra nézve látunk egy gardróbot, a gardróbban éppen benne van egy állvány. A falnak egy része már elkészült, a felső létrát a kötések miatt már kialakítottuk. Az alsó pallóból látszik a következő szobának a vonala, ami pedig nem más, mint a fürdőszoba. Fürdőszoba egy nagy ablakkal, aztán a fürdőszoba mellett található még egy szoba, ami a 4-es számú szoba, szintén tartozik hozzá egy ablak, 90-es nyílással készül. aztán fordulunk a 3-as számú szoba, és a végén pedig a 2-es szoba, ez pedig a szabad közlekedő. És akkor megnézzük még egyszer, hogy hogyan néz ki a rajzon. Lépcsőfeljáró, gardrób, fürdőszoba, 4-es szoba, 3-as szoba, 2-es szoba, ez pedig maga a közlekedő középen, jó? Fontos kiemelnünk, hogy itt a falakat nem állítjuk, hanem alsó pallót kicsaptuk, leszögeltük a vászhoz, lézer segítségével felfüggőztük, nagyfogópárokra jelölések felkerültek, ezek is fel lettek szögelve, ahol pedig fogópárok közé kell, hogy érkezzen a fal, mint ahogy itt is láthatjuk, létrás megoldást kellett alkalmaznunk, ehhez lesz majd kötve ennek a merőleges falnak a felső pallója. Még egy létrás megoldás. Fel kell jelölnünk, a nyílásokat már felrajzoltuk, centerek fent vannak, 90-es nyílászároknak a helyei, Trimmer King, kis csatorna, ezen az egy ponton volt követelmény a 15 cm széles falváz, a tető merevítése itt a cél, tovább javítjuk a szerkezetnek az állékonyságát. Hát de itt is átlóg le, tök minden melyik összövel. Segítség van a szögelés kapcsán, hogy látjuk azt, hogy hol vannak a kék vonalak. Ezek a kék vonalak jelölték a palló közepét, a födénpalló közepét. Az OSB-hez is tudjuk kötni, de sokkal jobb a kötés hatásfoka akkor, hogyha maga a pallóhoz van hozzászögelve. A felső válaszfalunak az alsó palló, az alsó palló OSB, alatta pedig éppen ahol a födénpallón fut. Ez a normális kötés, ennek ellenére mondom, 1-2 helyen meg lehet kötni nyugodtan, az OSB-be is tud kapaszkodni a szeg, de törekedjünk arra, hogy valamilyen szerkezeti elemhez kössük hozzá a falvázainkat. A lézer rá van húzva a palló egyik oldalát jelölő vonalra. Fent a felső pallón szintén látható, a zöldjel ceruzás vonalat kell húznunk, és akkor ott egy mérést végzünk. Első lépésként megmérjük a pallók közötti távot, és hogyha már a lézer ott van, akkor fel is tesszük a jelet, hogy legközelebb ne kelljen vele foglalkoznunk, már csak be kelljen tennünk a pallót a helyére, odahúzzuk a vonalhoz, és akkor már is szögelhető be az elem. Akkor vonal plusz bal, vagy vonal plusz jobb? Azaz, szuper. Azért nem látjátok a fejemet, mert éppen mászom fel a létrára, pontosabban az emeletre. A legutolsó látogatáshoz képest egy pár fal elkészült. Nézzük akkor, hogy mivel haladtak a legénykék. Egyik szobának a válaszfala elkészült. Elkészült a 2 szobát elválasztó falváz is, legalábbis részben. Itt nem azért lett kihagyva a 2 elem, mert egy átjáró lesz, ez a 2 szoba egymástól teljesen független helyiségként fog funkcionálni. 2 palló még hiányzik, valószínűleg, hogy elfogyott az anyag, vagy éppen a napnak a végéhez értek, de mintha arra emlékeznék, hogy még be kell szereznünk további pallókat az 5x10-es keresztmetszetből. Másik oldalról nézve szintén egy nagy szoba, és akkor itt van egy fürdőszoba, hogyha jól emlékszem. Ez is egy nagyon szép, méretes helyiség. Nyílás, fürdőszoba, csatorna, egy kinyomandó telefon, és akkor látszik, hogy a srácok csináltak egy új csatornát erre a részre, mivel ide is érkezik egy tárolónak a fala, a gardrób, ide pedig fel kell tennünk a sokat emlegetett teherhordó válaszfalat. és abban sem vagyok biztos, hogy ide nem kell még egy falat építeni, de ezt még egyeztettünk a statikussal, hogy a lépcsőház közepében erre a falra fel kell durrantanunk még egy falat, mert hogy annak a résznek ki kell esnie, hiszen a lépcső abból a pontból indul felfelé, fordul, és ide érkezünk értelemszerűen, ha az a palló, az a kettő palló bent marad a nyílás fölött, akkor lehetetlen a feljárás, legalábbis a lépcsőn, pont derékba vágnánk magunkat, szóval annak ki kell esnie, és akkor még egy fal ide épül, holnap valószínűleg ezt befejezzük. Mindez megvan, akkor még kiegészítő munkaként a nagy fogópárok felső tetejét be kell borítani 22-es OSB-vel, a 22 mm vastag táblás anyagot tegnap hoztuk meg, szóval már ez is megvan, időközben pedig lent elkezdtünk a szigetelőanyaggal foglalkozni, a falvás szigeteléssel, a szigetelés vágógépet megnézzük mindjárt, illetve magát a szigetelőanyag típusát, hogy milyen anyaggal kerül majd feltöltésre ez a falvász, pontosabban az egész épület. Elérkeztünk egy újabb munkanaphoz, itt vagyok az épülő ház második emeletén, pontosabban a födém tetején, a kialakított szobákban jövök-megyek, mert hogy az elmúlt egy hétben sikerült a fiúknak az összes falat felhúzni. Én nyári szabadságomat töltöttem, de a cég nem állt meg, nagyon ügyesen helytáltak, az egész második emeleti falrendszert ki tudták alakítani, és felkerült még az OSB terítés is, a nagyfogópárok tetejére 22 mm vastagságban lett a terítés elkészítve, ez a megrendelő kérése volt, és akkor nézzük, hogy hogy állunk a falakkal az emeleten, hogy állunk a lépcsőfeljáróval, hogy állunk a hőtükörfóliával, megnézzük tovább az alsó szintet is, mert az alsó szint szigetelésével is foglalkoztak az elmúlt héten, ott is jó pár négyzetméter szigetelés bekerült, és jó pár négyzetméter fóliát fel is tűztek, de nem is szaporítom a szót, a kamerát megfordítom, és körbejárjuk az egész házat. Most mindenki számára ismerős lett az előbbi pár kockában bemutatott alsó rész, a lépcsőfeljáró. Ennek a kivágásával már foglalkoztunk, beszéltünk még legutolsó alkalommal arról, hogy ki kellett vágnunk a födémpallókat, annak még el kell tűnnie, hiszen lépcsőfeljáró készül. A lépcső építésével nem minket bíztak meg, szóval oda lépcsős céget hívtak, valószínűleg, hogy nem fából készül majd a szerkezet. Ahhoz, hogy tudjunk tájékozódni, megnézzük még egyszer az emeleti alaprajzot. Itt volt az előbb látott lépcsőfeljárónak a kivágott hely, itt pedig már a gardrób előttünk. A gardrób az ebben a formában készült el. 90-es nyílás, látszik, hogy ez a fal még nincs elkészítve, aztán van egy fürdőszoba a sarokban, szintén a váza ki van alakítva, itt még hiányzik a szigetelés, és akkor látjuk azt, hogy a múltkori három szoba pedig ebben a formában készült el. Látszik, hogy egy szoba, szép nagy szoba, aztán a folyosóról nyílik még egy szoba a bal oldalon. Itt már a fóliának egy jelentős része felkerült. Ez pedig a lépcsőfeljáró mellett található harmadik szoba. Tetőség szigetelésével, fóliázással még foglalkoznunk kell, a válaszfalak feltöltése pedig úgy történik, hogy a válaszfal egyik oldalára felhúzzuk a hőtükörfóliát, látszik, hogy az SD100-as hőtükörfóliát használjuk, ilyenkor a nyitott oldal felől be lehet tömni nyugodtan a hőszigetelőanyagot, és akkor be lehet zárni mindkét oldalról. Ha az egyik oldala be van zárva hőtükörfóliával, akkor az meggátolja azt, hogy maga a szigetelés átessen. Beszéltünk róla, hogy hogyan kell szigetelni, picit szélesebbet kell vágnunk. A szigetelő vágógépet elhoztuk, az alsó szinten majd megnézzük azt is, és hát akkor kb. Így néz ki az emeletünk. Gardrób, fürdőszoba, egyes szoba, kettes szoba és a hármas szoba, ahol én vagyok, és akkor nézzük meg, hogy mi történt még itt a fejünk fölött a 22-es OSB-vel. Nagyon felmászni most nem fogok tudni, de egy óriási nagy rakodó teret tudtak kialakítani. Picit most már jobban hasonlít a képen látható ábra az elkészült házhoz. Nylon fent marad addig, amíg a vízszigetelők meg nem érkeznek valamikor az idén, vagy talán a jövő tavasszal a garázstetőt leszigetelni. Minket hirdetőtábla, befóliázott épület, garázshőtükörfóliát kapott, hőszigetelés, födém betöltve szigeteléssel, hőtükörfóliával feltöltve. Ezeket szándékosan nem vágtuk ki a megrendelő kérésére, a nyílásokat egyébként zárva hagytuk, ez volt a kérése, és akkor már látszik, hogy tulajdonképpen a ház elkészült, voltak a bádogosok is, pontosabban a ház elkészült addig a szintig, ameddig a mi megbízatásunk szólt. Bádogosok is voltak, feltették az eresz csatornát, lefolyókat, minden toldást körbe ragasztottunk, az ablakok megkapták a kereteket körbe, és akkor nézzük meg, hogy milyen lett maga a hőtükörfóliával és a szigeteléssel feltöltött, lezárt ház belső része. Szóval azt mondjuk alsó szint, teraszra kilépő, aztán a konyha. A konyhából nyílik az egyik átjáró. Nappali födém is le van szigetelve, le van hőtükörfóliázva. Aztán visszaszaladunk még a kis szobába, a sarokba. Megnézzük a bejáratot. Az előszoba, kis ablak, gépészeti helyiség, ha jól emlékszem, ez annak készült, vagy egy beépített szekrény lesz itt talán. Fordulunk balra, itt volt a sütés-főzésnek a helyszíne. A grill azóta hazakerült, visszük tovább a következő építési területre. Itt pedig a fürdőszoba, aminek az ablaknyílását meg kellett növelni. 2 azonos méretű nyílás, és akkor megnézzük, hogy milyen lett az emelet. A munka utolsó stádiuma pedig nem volt más, mint a tetősík kiszigetelése, illetve a tetőtéri ablakok beépítése. A tetőablakból 2-t kellett beépíteni, ha szemben állunk a házzal, akkor a jobb oldali tetősíkot nyitottuk meg, vissza kellett szedni pár darab cserepet, vissza kellett vágni a tetőfóliát, aztán ki kellett vágnunk a szarúzatból jó pár darab szarufát, a statikus kérésére pedig a tető belső oldalán még egy pallóval meg kellett kötni a kiváltott szarufákat, mégpedig azért, hogy statikai szempontok alapján se lehessen kifogásolni a tetőnek a minőségét. A videóban elhangzott, hogy a nagyfogópárok fölé 22 mm vastagságú USB-ből egy terítés készült, az USB alá 15 cm hőszigetelés került be. A hőszigetelést ezen a vízszintes vonalon nem csak a hőtükör fólia, hanem lágyhúzzal is tartja, azaz hagyományos drótot tettünk be, azért, hogy ne tudjon kiesni a fogópárok közül a kőzegyepot, mivel a vízszintes terítésnek köszönhetően az anyag elmozdulására ebben a helyzetben sokkal nagyobb az esély. Beépítettünk még egy padlásfeljárat, az épület teljes belső szakaszát behúztuk hőtükörfóliával. A párnafával, a gipszkartonnal, a lépcső készítésével nem mi foglalkozunk. Jó esély van arra, hogy visszatérünk még az épületre egy picivel később. Lehet, hogy a szarufa végek dobozolásával nekünk kell majd foglalkozni, amennyiben így lesz. Mindenképpen készítünk majd a visszatérésről egy videót. Ezt az épületet szerkezet, illetve szigetelés kapcsán, legalábbis falvás szigetelés kapcsán lezártnak tekinthetjük. A szomszédos kerületbe folytatjuk a munkát, egy elkészült alaptestre érkezünk, szintén házépítéssel foglalkozunk majd a következő pár hónapban. Kikitérünk majd a Balatonra, hiszen szinkronba kell vinnünk a másik háznak az építését. Zárásként megnézzük még madártávlatból az elkészült épületet, és akkor innen folytatjuk a jövő hét pénteken egy teljesen más helyszínről. Ha tetszett, amit láttatok, nyomhattok egy lájkot. A csatornára továbbra is fel tudtok iratkozni a képernyő jobb alsó sarkában található piros ikonra kattintva. Ha szeretnétek azonnal értesülni a feltöltött tartalmakról, akkor nyugodtan kattintsatok rá a kis harangikonra is. Érkezünk jövő hét pénteken, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, szevasztok! Együttműködő partnereink a Masterplast, Baustil Kft. Az Újház Centrum tagja és a HH Workwear.